Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük fennállva a 32. Zsoltárunk első versét. 32. Zsoltárunk első versét énekeljük. Ó, mely boldog az oly ember életében, akit az Isten bevett kegyelmében. Amen.
mi segítségünk is, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése Istentől jöjjön, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvérek, miképpen szól hozzánk Isten igéje, úgy, ahogyan írva található Ézsaiás próféta könyvének 43. fejezetében, 43. fejezet első 13 versében. Míg a megnevezett helyről Isten igéjét felolvasom, azt helyünket elfoglalva, nyitott szívvel hallgassuk. Ézsaiás könyve 43. fejezetéből így szól az ige. De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged. Mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyette. Mivel drágának tartalak és becsesnek, és mivel szeretlek, embereket adok helyetted, életedért cserébe nemzeteket. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtenek. Ezt mondom éjszaknak, add ide, és délnek, ne tartsd fogva. Hozd ide fiaimat a messzeségből, leányaimat a föld széléről, mindenkit, akit rólam neveztek el, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Hozd ki a népet, amely vak, pedig van szeme, és süket, pedig van füle. Gyűljön egyben minden nép, jöjjenek össze a nemzetek. Ki tudja közülük megmondani és tudtunkra adni, hogy mi volt régen. Állítsák elő tanúikat, bizonyítsák igazuk, hogy aki hallja, azt mondja rá, úgy van. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, és az én szolgám, akit kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. Én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak. Én hirdettem, nem valami idegen Isten. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Ezután is csak én leszek. Nincs, aki kezemből kiragadjon. Ha én cselekszem, ki másíthatja meg. Ámen. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, befogadásán, megtartásán. Ezért jöjjetek fennállóhoz. Nincs más Isten, nincs más szabadító, nincs más helyes felelet a kérdéseinkre, csak ami tőled jön. Nincs igazi békesség, csak amelyet te adhatsz ennek a világnak. Nincs igazi öröm, csak amely tőled jön, Úrunk. Az igazit szeretnénk megragadni ezen a mai vasárnapon is. Az igazira vágyunk. Az igazi örömre, igazi reménységre, igazi erőre, amely nem csak testnek erő, hanem léleknek is. Az igazi bölcsességre vágyunk, Úrunk, amely alapján tudjuk, mi a jó és mi a rossz, melyik úton kell járnunk. Örökkévaló Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy a mögöttünk levő hétnapjaiban is te az igazi boldogságra, az igazi életre akartál bennünket vezetni. Hálát adunk, hogy vigyáztál ránk munkánkban, pihenésünkben, ott voltál szeretteinkkel is. Kirendelted a mindennapi eledet, megadtad mindazt, amire szükségünk volt. És ha kudarcot vallottunk valamiben, ha mélyre kerültünk, ha elkeseredtünk, te voltál, aki vigasztaltál, aki letörölted könnyeinket. Köszönjük, hogy a te kezedben biztonságban lehet a mi életünk. Onnan senki és semmi nem ragadhat ki bennünket.
így pihenni meg most testileg, lelkileg, Urunk, a Te jelenlétedben. Hozzád kiáltunk és magasztalunk hűségedért, szeretetedért, bölcsességedért, szentségedért. És megköszönjük azt, hogy az élet nehéz pillanataiban is Te ott vagy velünk. Urunk, arra kérünk, hogy légy azzal a családdal, akik különösképpen ezen a vasárnapon rászorulnak a Te vigasztaló szeretetedre. Légy azokkal, akik kis Gáborné született, Bak Julianna, a szöntestvérünk halálának 5. évfordulóján emlékeznek, és a déli harangszót követő emlékharang hangjával száll fel az ő énekük, imádságuk hozzád, amikor megköszönik imániai szerettük emlékét. Kérjük, bátorítsd őket a feltámadás, a viszonttalálkozás reménységével, ígéretével. És tekints mindannyiunkra, akik terheket hordozunk, akik küzdünk a saját magunk keresztjével, hajolj közel hozzánk, és bátoríts, adj útmutatást, adj ne csak az égre fényt, hanem ide a lelkünkbe is, szent igéd által. Kérünk, hallgass meg imádságunkat, légy itt közöttünk, Te végtelen szeretetedből. Amen. Az ige meghallgatására készülve a 214. dicséretünket énekeljük. 214. dicséretet énekeljük. Közben elbocsátjuk a gyermeket a gyermekisten tiszteletre. Isten áldása legyen rajtuk is. 214. dicséret, nem vagyunk mi magunké, de Jézus véleménye. János evangélium a 8. fejezetéből a 30. verstől a 36. versig így szól az ige. Amikor ezeket mondta, sokan hittek benne. Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle. Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát, szabadok lesztek? Jézus így válaszol neki. Bizony-bizony mondom nektek, hogy aki bűnt cselekszik, az a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre, a fiú maradott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Ámen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek! János evangéliumát olvasva
napról napra rácsodálkozunk arra, hogy milyen türelmes is az Úr Jézus. Talán János evangélista az az evangéliumok írói közül, aki a legrészletesebben és a leghosszabban leírja, hogy hogyan vitatkozott, hogyan beszélgetett Jézus a zsidókkal, az írástudókkal, a farizeusokkal. Azokkal az emberekkel, akik sokszor nem akarták őt megérteni, inkább csak vitatkozni vele, valamiféle fogást találni rajta azért, hogy végül elítélhessék, hogy valami vádat fogalmazzanak meg vele kapcsolatban. De Jézus türelmesen, hosszan mondja nekik versről versre, fejezetről fejezetre, próbálja őket meggyőzni arról, hogy ő a messiás, ő a szabadító, ő az, aki valóban az atyától jött, a mennyből szállt alá, azért, hogy elhozza azt a fajta szabadságot, azt a fajta boldogságot, amelyet minden zsidó, sőt, amelyet az egész világ várt. János evangélista a legrészletesebben leírja, hogyan bonyolódik bele Jézus egy-egy beszélgetésbe, hogyan próbál megfelelni, és meg is felel azokra a kérdésekre, amiket felé támasztanak. Milyen türelmes és milyen kegyelmes az Úr. De az így van ma is. Isten újra és újra szól hozzád és hozzám. Amivel kapcsolatban nem tudott meggyőzni múlt vasárnap, most megpróbálkozik újra. Múlt vasárnap talán bátorított, erősített téged, ne aggodalmaskodjál, ne sírj, ne add fel, de talán nem ért a szívedig az ige, ezért ma újra. Újra szól, újra bátorít, újra mondja. Szent lelkével újra keresi a figyelmed, a tekintetedet, a szívedet, a lelkedet, hogy amit nem ért el benned, múlt héten azt most elérje. A szíved ajtaját megnyitva, befogadd őt, lelkedet hadd vizsgálja, hadd tisztogassa ő, a mennyei Isten. Mióta igyekszik téged is meggyőzni valamiről az Úr? Egy hosszú kezelésbe vett, amikor eljössz ide a templomba, és szól, és keres téged. És azt olvassuk az igében, ahogyan hallhattuk a Szentírás más lapjain is, hogy amikor az Úr szól, annak eredménye van. Előbb-utóbb az elmúló igemagvak meghozzák az eredményt. Így olvashattuk az igében, és hallhattuk, hogy a jó hír az, hogy vannak, akik hisznek benne. Vannak, akik elhiszik azt, amit Jézus mond, hogy ő az atyától jött, és az atyáét mondja, az ő üzenetét, az ő tanítását. Vannak, akik hisznek benne. Hisznek és igaznak tartják mindazt, amit hallanak. Milyen nagy dolog, hogyha valaki így hallgatja Jézust. Nem csak hallgatom, egyik fülemen be, a másikon ki. Nem csak hallgatom, egyik fülemen be, és esetleg meg is jegyzem, amit hallottam, hanem igaznak is tartom, amit hallok. Milyen nagy dolog, ha valaki így olvassa a Bibliát, hogy az mind igaz, ami oda le van írva. Hittanórán gyakran megkérdezik a gyerekek egy-egy csodás történetet hallva, és tiszteletes bácsi, ez tényleg igaz? Hogy ne lenne igaz? Hát azért mondom, így nem mesét mondok nektek, nem szórakoztatásképpen vagyok itt, hanem elmondjam azt, ami sok-sok ezer évvel ezelőtt történt, de megtörtént, mert ezért íratott le. Hogy az utókornak bátorítás legyen, erőforrás legyen, útmutatás legyen, hogy mindez igaz. Így hallgatod, így olvasod te is, hogy mindaz, ami Jézus szájából kijön, az valóban igaz. Hogy igaz a bűnről, a rosszról, amit mond Jézus, hogy ne engedd be egy kicsit sem az életedben, még egy kovásznyit sem, mert átjárja, megfertőzi teljesen, megszennyezi. A rossz érzéseket, a rossz gondolatokból csak egy csipetnyit se tűr meg az otthonodban. A rossz szokásokból csak egy másodpercnyit se engedj be az életritmusodba. Mert mint kovász átjár,
és a végén már ő uralkodik feletted. Igaznak tartod mindazt, amikor Jézus talán egy vészjelzést küld az életedben, és azt mondja, változtass. Igaznak tartod, hogy baj lesz belőle, ha nem változtatsz. Igaznak tartod, amikor Jézus a feltámadásról beszél, és azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Amikor kint vagy a temetőkertben, amikor megállsz a varavatal mellett, elhiszed és igaznak tartod, van folytatás. Lesz újra találkozás, hogy várj egy másik hely, egy szent, egy jobb, egy tisztább, egy igazabb, egy békésebb, amelyet Krisztus számodra is megszerzett a Golgotán. Igaznak tartod. Igaznak tartod a gondviselést, amelyről Jézus tanít és azt mondja a hallgatóságnak, ne aggodalmoskodjatok a holnap felől, majd a holnap aggódik magáért, elég minden napnak a maga baja. Te a mindennapi kenyeret kérd el, ne a holnapit, ne a jövő hetit, ne a nyárit vagy a 10 év múlvait, te azzal ne foglalkozz. Kérd el a mindennapit, és hagyd rám a jövőt, a holnapot, a munkádat, a gyermekedet, az ő jövőjét. Bízd rám magadat, és nem fogsz csalódni, mondja Jézus. És te igaznak tartod ezt? Olvasod, hallod, és igaznak tartod? Te kinek hiszel? Hiszel benne? Azt olvasok az igében, sokan hittek benne, Jézusban. Hallották és igaznak tartották mindazt, amit Jézus mondott. És Jézus ezt örömmel fogadta, és boldog volt Jézus, hogy milyen jó, hogy vannak, akik hallgatják, és igaznak tartják, amit Jézus mond, hisznek benne. Akkor már csak egy következő lépcsőfok kell. Azt mondja Jézus, ha ti megtartjátok az én igémet, valóban a tanítványaim vagytok. Vagyis Jézus többet vár még a hallgatóságtól. Nem csak hallani, nem csak igaznak tartani, amit Jézus mond, hanem meg is cselekedni azt. És ha valaki így tesz, akkor nem csak hallgatóság lesz, hanem tanítvány lesz. Nem elég csak hinni Jézusban, hogy van egy jó Istenke. Nem elég csak hallgatni azt, amit ő mond, vagy olvasgatni, meg is cselekedni azt. Ez a tanítványságnak a kulcsa, az ismérve. Így lesz a hallgatóságból követő tanítvány. Kedves testvérem, te csak hallgatod, vagy meg is cselekszem. Jó dolog hallgatni az isteni szeretetről, de te magad szeretsz. Jó dolog hallani a megbocsátásról, de te magad megbocsátasz. Jó dolog hallani arról, hogy az Isten mennyi csodát tett, de te elmersz indulni, mint Péter a vizen. Elmersz indulni a jövő hétbe, azzal a reménységgel, biztatással és engedelmességgel, hogy velem lesz az Úr. Te meg is cselekszed azt, amit hallasz Jézus parancsaként. Mersz neki engedelmeskedni és úgy igazítani az életedet, munkádat, házasságodat, hozzá az igazi mércéhez, mint ahogy a szárú szökkenő kis virág is a kertben, vagy éppen a cserépben, mikor látjuk, hogy az ég felé tör a gyenge szárát, oda kötjük egy vesszőhöz, hogy ez legyen számára a mérce. Így kell állni, ebben kell megerősödni. Számunkra Jézus szava az, amihez oda kell kötnünk magunkat, és neki kell engedelmeskedni, hogy legyen tartása az életednek, hogy legyen benne erő, hogy legyen majd gyümölcse is. És ha jön a vihar, jön a nehézség, akkor ne törjön ketté, ne törjön keresztbe az életed. Engedelmeskedni Jézusnak. Amikor azt mondja, szenteld meg a vasárnapot, szenteld meg a hét utolsó napját, és légy együtt szeretteiddel, és légy együtt a gyülekezetben, légy együtt az Istennel, és pihenj. Pihenj. Ezt nem mindenki mondja neked. A főnök inkább azt mondja, nem, egy kicsit többet dolgozni. Egy kicsit még többet húzni, még jobban húzni. Az Isten azt mondja, pihenj is. Meríts erőt a mennyei raktárból,
A mennyei kincsestárból, az ő igéjéből, a gyülekezet közösségéből, ebből a légkörből, ami átjár bennünket itt a templomban, vagy éppen a rádión keresztül. Engedelmeskedj az Istennek, és egy kicsit szusszanjon a lelked ezen a mai vasárnapon. Mert a tanítvány az nem csak megismeri az igazságot, megismeri az Istent, hanem abban is él. Az Isten szeretete nem csak megérinti, hanem át is formálja. A tetteik mutatják meg, hogy ez valóban így van-e. Te már tanítvány vagy, aki nem csak hallgatja, nem csak igaznak tartja, hanem meg is cselekszi azt. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. És aki tanítványjá válik, azt halljuk az igéből, az szabaddá lesz. A szabadság az egy nagyon fontos dolog volt a zsidó nép számára, mint minden nép számára. Mindenki az önállóságra, a függetlenségre törekszik, még inkább a zsidó nép, aki a történeleme során annyiszor átélte, hogy egy nagyobb hatalom elnyomása alatt kellett élnie. Mondjuk Egyiptomban, vagy az asszír és a babiloni hatalom alatt, vagy Jézus idejében a római fennhatóság alatt. De nagyon büszkék voltak rá a zsidók, ahogyan Jézusnak vissza is válaszolnak, hogy ők Ábrahám gyermekei, akik bár lehet, hogy jogilag elnyomás alatt éltek sokszor, de lelkükben mindig megmaradtak zsidónak. Mindig megmaradtak egységes népnek, nemzetnek, vallásukban megmaradtak Istenhez tartozónak. Büszkék voltak erre a szabadságukra. És Jézus mégis elmondja nekik az igazságot. Ezt ti nem vagytok szabadok. Mert aki a bűnt cselekszi, az a bűnnek a rabja. A cselekedeteink, a tetteink mutatják meg, hogy szabadok vagyunk-e. Kedves testvérem, te szabad vagy? Szabad mondhatjuk, mert Istennek hála, egy olyan országban élünk, ahol mindenféle szabadság van. Szólásszabadság, vallásszabadság, vásárlási szabadság, azt vehetnél, amit szeretsz, utazási szabadság, oda mehetsz, ahova szeretsz, iskola választási szabadság, munkahely választási szabadság, rajtad múlik, mit eszel, mit iszol, hova mész, mit akarsz dolgozni. Szabadság van ott kint, de ott bent, ott a lelkedben, a szívedben mi uralkodik? Az Úr Jézus oda látott bele, amikor a zsidók felé fordult, és most feléd is oda fordul, mi van benned? A tetteid megmutatják. Hogyan viselkedtél az elmúlt hét napjaiban? Mit szóltál, mit tettél, mit cselekedtél? Miről nem tudtál talán lemondani, mit nem tudtál talán félretenni? Megmutatja, szabad vagy-e? Szabad vagy-e bizonyos szavaktól? Szabad vagy-e bizonyos viselkedéstől? Szabad vagy-e egy érzéstől, egy gondolattól, egy emléktől, egy sérelemtől, egy embertől? Szabad vagy, tetteid megmutatják. Mert aki a bűn cselekszi, az a bűnnek a szolgája, mondja Jézus. Böjt felé közeledünk, hamarosan itt lesz Böjtfő vasárnap. Az ember ilyenkor még inkább előveszi önmagát, a saját magam életemet. Vajon nem kellene valamiből lejjebb adnom? Vajon tényleg még én vagyok, vagy jobban mondva még mindig Isten az Úr az én életemben? Vagy kinek a kezében van a kormány? A királyi pálca? Mi uralkodik bennem? Mi uralkodik a szívemben? Azt mondja Jézus a zsidóknak, nem az az igazi szabadság, amiben ti éltek. Majd amikor a fiú megszabadít titeket, akkor lesztek szabadok. Amikor megismered ő benne az igazságot, hogy mi az igazság, hogy szeret az Isten, hogy azt akarja, örök életed legyen, hogy a bűneid el vannak törölve ott a Golgotán, ez az igazság. Ez az igazság, ami Ézsaiásnál is leíratott, hogy
Istennek végtelenül értékes vagy, mert fiát adta érted. És ha valaki belenéz ebbe az igazságba, megismeri, akkor felszabadul. Felszabadul boldognak lenni, és azt mondom, nem érdekel, ki mit mond rólam, hogy minek tart, vagy minek nem tart. Isten nagyon értékesnek tart. Nem érdekel, mit mond a világ, és hogyan ítélkeznek a múltam miatt, hogy egykor így éltem, vagy úgy éltem. Isten megbocsátott nekem, látom ezt a Golgotán, felszabadulok, megkönnyebbülök. Volt rossz döntése az életemnek. Voltak elhibázott lépéseim. Isten megbocsátott nekem. Felszabadulok, és lelkiismeretem sem vádolnál. Szabadon tudok örvendezni, mert nem nyomaszt a holnap, a jövendő, az aggodalmaskodás. Nem nyomasztanak a szomorú hírek, ahogyan a mai Zsoltárban olvassuk. Az Istenben bízó ember nem fél még a rossz hírtől sem. Nem félek a rossz hírtől sem, mert ő a rossz hírt is jóra tudja változtatni. Nagypénteknél rossz híre nem is történhetett volna. Isten fián keresztre feszítik, de harmadnapra jött a jó hír. Él az Úr. Ő a legrosszabb hírt is át tudja fordítani jó hírré. Ez történik mindig, minden napon, amikor az igét kezedbe veszed, a jó hír megfogalmazódik feléd. Tekints bele az igazságba, és az igazság felszabadít téged. Egy történet szerint volt egy család, aki elment nyáron sétálni az erdőbe, és madár csicsergésre, sőt inkább sírásra lettek figyelmesek. Hát bemennek a bokrok közé, látják, hogy egy kis éneklő madár hálóba akadt. A gyerekek nagyon megijednek, apa, mi lesz ezzel a kis madárral? Annyira ki van merül, már csak liheg, alig él. Próbálnak valami megoldást találni a hálóban vergődő kis állatra. Mondja az egyik gyerek, apa, hozzunk neki egy kis innivalót, biztosan felfissülne tőle. Lehet, hogy használna neki, mondja az apa. De mégsem mondja, hogy hozzon neki vizet. Mire mondja a másik gyerek, apa, vagy hozzon neki valami kis magvakat. Hát, ha erőre kapna tőle, mert már a szárnyát is alig tudja felemelni. Mondja az apa, biztosan örülne egy kis maguknak is. De várják a gyerekek, hogy adja az apa az utasítást, hozzatok vizet, hozzatok magot, de mégsem mondja. Megszólal az apa, de ha adnánk is neki inni és enni, mi lenne azután? Akkor is csak a hálóban marad, nem szabad. És még jó lakottan is, tele gyomorral is, így pusztulna el a hálóban. Ennek az állatnak valami másra van szüksége, ennek az állatnak szabadságra van szüksége. Fogják az ollót, óvatosan kiválják a hálót, kiengedik a kis madarat, kiugrál egy pár lépést, majd utána szájra kap, és boldogan énekelve elrepül. Mire van szüksége ennek a világnak? Mire van szüksége a te életednek, kedves testvérem? Mondhatnál több pénzre? Mondhatnád talán több mindennapi betevőre, nagyobb házra, jobb autóra, jobb egészségre, és még sorolhatnánk, mi mindenre szükségünk lenne. És akkor mi lenne? Akkor minden nap mosolyogva kelnél fel, ha egy felújított házban lennél. Ha egy nagyobb autó lenne a garázsodban, boldogabban indulnál a munkába. Valóban erre van szükségünk. Nem inkább szabadságra. Arra a szabadságra, amelyet a fiú adhat, Krisztus adhat meg nekünk. Arra a szabadságra, hogy kiszabadítson bennünket abból a bizonyos hálóból, amelyet az ördög vetett nekünk is, vedd meg naponta. Abból a hálóból, amiben Ádám és Éva is beleesett, amikor azt mondta az ördög, gyertek és egyetek erről a fáról, mert boldogabbak lesztek, és nem lettek boldogabbak. Hanem bűnben kell azóta is, hálóban, a bűn hálójában születünk nemzedékről nemzedékre. De jött valaki, Krisztus, aki nem csak kenyeret hozott, nem csak mindennapi betevőt ennek a világnak, hanem szabadságot.
hogy akit a fiú megszabadít, az valóban szabad legyen. Szabad a sötéttől, szabad a fájdalomtól, a félelemtől, a haláltól, a bűntől, a kárhozattól. Vergődik a virág, testvérek. Halljuk a hírekben, vergődik a világ, vergődik talán a mi életünk is. Tudod-e, hogy minek a hálójában vagy? Mibe akadtál bele? Mibe bonyolódtál bele? Engedd, hogy Krisztus most levágja ezt rólad. Engedd, hogy szabaddá tegyen. Mert akit a fiú megszabadít, az valóban szabad lesz. Nem csak jogilag, nem csak állampolgárilag, nem csak úgy látszólag, hanem valóban, valódi szabadság, szívben, lélekben, szeretetben, békességben. Krisztus ezt kínálja ezen a mai vasárnapon. Engedd, hogy lehajoljon hozzád. Engedd, hogy kivágjon a bűn, a félelem, és minden más a rossz hálójából. Engedd, hogy szabaddá tegyen. Hogy légy boldog, hogy légy az, akivé válnod kell, hogy a félelem és a rabság gyermeke helyett légy Isten szabad, megváltott gyermeke. Így legyen. Amen. Isten megszólítunk szavára válaszolva, 724. dicséretünk első két versét énekeljük, 724. dicséretünk első két versét. Jézus nyájas és szelíd, lássunk engemet. Tartják mindazt, amit olvasnak, amit
hallanak Isten tisztelet alkalmával, hanem meg is cselekszik azt. Adj nekünk ehhez bátorságot is, légy velünk rá következő hét napjaiban. Tudjunk engedelmeskedni neked, tudjuk hozzád igazítani lépéseinket, terveinket, álmainkat. Kérünk Istenünk, hogy légy a gyászolókkal, az emlékezőkkel, légy a betegekkel, a kórházban levőkkel, légy családtagjainkkal, a szeretteinkkel, akik a közelben vagy távolban, esetleg külföldön vannak, vigyázz rájuk, tartsd meg őket. Áld meg városunkat és annak vezetőit, magyar népünket és annak vezetőit, meg a teremtett világnak a hatalmasait, befolyásos embereit. Addulunk, hogy ők is szabadok legyenek az önzéstől, a kapcsiságtól, a hatalomvágytól, és tudjanak jó döntéseket hozni, hogy a fegyverek csendesedjenek is, legyen béke, legyen egyetértés, legyen szeretet. Légy te Úr mindenek felett. Hallgass meg imádságunkat. Te, aki így tanítottál imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk a hirdetést. Hirdetem, hogy Isten dicsőségére az elmúlt napokban 10.000 forint, valamint 8.000 forint adomány érkezett. A templomi kijelző vásárlására pedig 10.000 forint adományra. Hirdetem, hogy adakozást hirdettünk meg arra nézve, hogy a projektorokat lecseréljük, és helyette olyan kijelzőket szereljük fel a templom falára, amelyek jobban láthatóak, és nem zavarják a gyülekezeti tagokat. Szeretettel fogadunk el adományokat, és köszönjük az eddig befolt összegeket is. Hirdetem, hogy a déli harang szót követően emlékharang hirdetik is Gáborné szülőtek Julianna halálának 5. évfordulóját. Isten vigasztalunk szeretete legyen az emlékezői családtagokkal. Hirdetem jövő heti alkalmainkat, hétfőn 9:30-tól babamama körre várjuk az anyukákat, kismamákat, gyermekeikkel együtt a parókiára. Kedden délután 5:30-től 17:30-ig konfirmációs óra lesz a gyülekezeti teremben, most rendhagyó módon kedden tartjuk, szeretettel hívjuk és várjuk a fiatalokat 5:30-tól 17:30-ig, majd 17:30-tól pedig hétközi állítatra és énekari próbára várjuk a kedves testvéreket. Csütörtökön délelőtt 10:00-tól pedig biblióra lesz az idősek klubjában. Vasárnap lesz gyülekezetünkben a jubiláló házasoknak a köszöntése. Szeretettel hívjuk és várjuk egyrészt azokat a testvéreket, akik itt fogadtak örök hűséget egymásnak templomunkban, számukra elküldtük már a meghívót és érkeztek visszajelzések. Szeretettel kérjük, hogy akik szeretnének részt venni, jelezzék a lelkészi hivatalban. Illetve szeretettel várjuk azokat is, akik nem itt fogadtak örök hűséget, de mégis most gyülekezetünkhöz tartoznak, és szívesen részt vennének ilyen köszöntésen, akkor jelezzék is őket is, majd kihívjuk, és Isten áldásával kérjük az Isten vezetését életükre. Szeretettel hirdetem, hogy már lehet jelentkezni a több generációs nyári táborunkra, amely július 28 és augusztus 2 között lesz májban a Mécses Református Központban. Az interneten ott van a részvételi díj, illetve utána lehet nézni a helyszínnek is egy szép körülmények között, egy szép helyen lehetünk együtt, jó társaságban és az Isten jelenlétében. Szeretettel hívjuk és várjuk erre a kedves testvéreket. És szeretettel köszöntjük az Európa Rádió munkatársait, akik újra eljöttek ide közénk, mindig szívesen fogadjuk őket. Isten áldása legyen az ő szolgálatokban, munkájukban, és mindazokban, akik hallgatják az Isten tiszteleteket és a rádió műsorait. Az
Az Úr legyen életünknek és gyülekezetünknek is őrző, megtartó, kegyelmes pásztora. 721. dicséretünket énekeljük, áldásvételre készülve mind a hat versével, 721. dicséretünket. Úr Jézus, nézz le rám, jöjj most meg. Azokkal, akik ellenmúló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust.